Köszöntöm az Újpest Televízió kedves nézőit, ez az Újpesti Sport vendégem, egy kitüntetett labdarúgó, csak a nevét mondom, Szlezák Zoltán. Szia Zoli, szia, nagyon Lábor. Szépen köszönöm, hogy itt ülsz velem szembe a stúdióban. Kalapemelés, leborulás és hatalmas gratuláció, hiszen nem akármilyen kitüntetésben részesültél Újpest város születésnapja alkalmából. Hogy mi ez, ezt majd remélem elmondod nekünk és a kedves nézőknek. Szóval még egyszer, szia Zoli! Szia Gábor, üdvözlök én is mindenkit. Hát olyan megtiszteltető dologért, hogy én lettem ebbe az évbe, és kaptam meg ezt az Újpestért díjat a kerülettől, az Újpest várostól. Hogy hogy érdemeltem ki, ez egy másik dolog. Majd segítek! De nagyon nagy megtisztelő számomra, meg az egész környezetem számára, hogy idén én ezt megkaphattam, ezt a díjat. Tudod, azt szokták mondani, hogy gyütmentként kaptál újpesti kitüntetést. Ugye hát azt nem árulunk el titkot, hogy 35 éve élsz Újpesten, de hát nem újpesti gyökerekkel bírsz. Honnan jöttél? Igen, hát én egy Nógrád megyei kisfaluba nevelkedtem, az egy Budapesttől egy 60 km-re lévő Szátok nevezető nagyon pici falu, ez Romhány mellett van, az már talán ismertebb. Ott nőttem fel gyerekkoromban végig abba a kis faluba, és Romhányba kezdtem el futballozni, ott volt már MB3-as csapat, és volt neki utánpótlása ifi meg serdülő, és én mind a serdülő korú játékos, hát oda naponta... Ott más sport nem nagyon volt, ugye, ott a környéken? Egy röplabda csapat volt. Hát oda nem vagy elég magas. Nem, igen. Hát azért működött ez a Romhányi kerámia gyár, és az eltartott egy MB3-as futballcsapatot, meg volt egy MB2-es röplabda csapata. Hát a futball volt a minden, és akkor minden nap lekerékpároztam Romhányban, ez egy 3-4 kilométer, és akkor edzés után haza, és ez így telt az első pár évem, hogy én ott, mint serdülő játékos, Romhányban játszottam. Tehetséges voltál? Mit mondtak? Mit mondanak a nagy öregek? Hát akkor azt mondták, hogy igen. Igazából balszélsőt játszottam, kis vékony kis gyerek voltam. Hát lehet, hogy most utólag azt mondom, lehet a akkori csapattársaim között, lehet, hogy valamivel tehetségesebb voltam, de úgy igazából nem éreztem magam akkor a tehetségnek. Viszont 82-ben igazoltam Balassagyarmatra, akkor jártam a 8. osztályba, az általános iskolába, és előtte egy évvel a bátyám odaigazolt, viszont Balassagyarmatnak NB2-es csapata volt, felnőtt csapata. Hát az már egy nagy ugrás. Igen, és a utánpótlás és a kiemelt országos bajnokságban játszott, tehát mi együtt játszottunk egy Újpesttel, egy Vasassal, tehát oda voltunk, Abzocka voltunk egy csoportban, tehát ez egy nagy dolog volt, nagy lépés ez volt. Zoli, bocs, hogy közbevágok, rossz szokásomhoz híven, akkor a Újpest, Vasas, és folytathatnám. Ez a korosztály, kik játszottak akkor? Hát a Mésző Gézek, meg a Vasasban. Persze, Acél Zoli. Tehát a Vasas, akik után, amikor ide kerültem, az 87-be, akkor azért találkoztam azokkal a játékosok, akik úgymond egy jó 3-4 év, 5 évvel ezelőtt azért játszottunk egymás ellen, mint ifi játékosok, vagy serdülő játékosok. Tehát azért abban a korosztályból is sokan azért meglépték azt a mércét, hogy följebb került. Honnan lett a nagyugrás, Zoli, hogy jó, Romhány, aztán Balassagyarmat, de hát lett egy újpesti dózsa. Igen. Hát 87-ben kerültem, ahogy mondtam, ide Újpestre. 86-ban hazaigazoltam Romhányba, akkor az is MB3-ban volt, mint Balassagyarmat. Megfűztek, hogy tehát sose játszottam otthon, mégis onnét indultam el. Egy csoportban vagyunk a két csapat, a Romhány meg a BS-e, jöjjek haza és játszak Romhányba. És akkor egy évet hazaigazoltam, ez 86-ban volt, és eljött a 87 nyara, új edző lett Romhányba, akik igazából ismertem, de másik csapatnak volt az edzője, Majdnik Jánosnak hívták, és ő vetette fel ezt a kérdést nekem, hogy nem szeretnék esetleg Újpesten futballozni, majd van neki itt ismerőse az Újpestnél, mint juniorba el tud engem irányítani, kell jelentkeznem majd a Tóth Andrásnál, és följöttem és próbálják. És egy gyerekként, már hát jó igen, gyerekként. 19 éves volt. Vidéki srácként kopogtattál a Megyeri igen. úton? Vagy hogy zajlik egy ilyen? Följöttem és kerestem a Tóth Andrást, kellett keresni. Tudtam, hogy ki ő, mert utána kiderült, hogy játszottam még ellene, tehát én mint
17 éves gyerekőm, amikor kezdte befejezni a pályáját, és akkor a Göd ellen még játszott Gödön, és akkor játszott, volt egy ilyen Balassagyarmat Göd rangadó. És akkor az András kerestem, és mondtam, hogy küldött a Majnik János, és elvileg ide jöttem, mint próbajátékra jelentkezem. És akkor mondta, hogy menjek be az öltözőbe, ott ültek a játékosok, és ott ültem, ment Varga. Például? Hát az Acél Zoli, a Rózsa Zsolt, a Temesvári Miki, tehát azok már juniorban játszottak, Balog, Zoli, Balog. Hát azért ez egy jó kis igen, gárda. Igen, ezek az NB1-es játékosok lettek, és ott ültek bent, és akkor abban az évben is megnyerte a junior a bajnokságot, a Varga Pistabával. Következővel jó páran elmentek, és akkor ott volt a mester, és bejött, köszöntem neki, mint egyszerű vidéki gyerek, ahogy illik, és kérdezte, hogy ki vagyok. Hát mondom, jöttem próbajátékra, meg van beszélve, és nekem a tavasz folyamán volt egy ilyen boka sérülésem, elszakadt a bokám, megműtötték, nagyon nem edzettem a tavasszal, mert nem volt olyan lábam. De hát én eljöttem, mint próbajáték, tehát ez nagyon fontos volt, és akkor jött a Pistabá, hogy kérdezte, hogy ki vagyok, mondtam, hogy én lennék is próbajátékra, és kérdezte, hogy mit csinálok itt civilbe. Civilbe ült? Hát igen, itt ültem bent, mondtam, hogy nekem a bokám nem olyan, hogy én nem is nagyon edzettem. Hát azt mondja, és kérdezte, akkor hogy fogom magát megnézni, így eljött próbajátékra. Hát itt meg voltam szeppenve, és mondta, hogy van ott a fogason fölakasztva egy 2-3 méter fásli. Fásizom be a bokámat, és akkor találkozunk a pályán. Ennyi volt. És az a egy hétig tudtam maradni, és akkor azt mondta, Pista, vagy szüksége van rám. És tehát akkor megfeleltél. Megfeleltem óriási. Az egyhetes, igen, próbajátékon, és ez 87 óta. Te ilyen hitem. Próbajáték alatt, mert ugye sokat hallunk már most is, hogy próbajátékra jelentkezik XY, és akkor azt mondják neki, hogy köszönöm, ez jó volt, viszont látásra, vagy mit csinál egy játékos a próbajáték alatt? Mit kell csinálni? Hát azért általában ilyen próbajátékon, ott is akkor inkább a játékok voltak az edzés programban, és gondolom figyeli az edző, hogy most a meglévő játékoshoz, aki előttem volt, vagy mi esetleg ott van azon a poszton, engem össze tud vele hasonlítani, hogy valamiben én mennyire vagyok, passzol hogy a csapatba igen, talán. Én vagyok, igen, erősebb, gyorsabb, lassabb, magasabb vagyok, tehát valami... Tehát itt nem arról van szó, hogy barátságban vagy a labdával, mert hát, valószínűleg az... Hát azt is gondolom figyeli, hogy milyen technikai képességek vannak a játékosoknál, de hogy posztra igazolnak, akkor azt néz, hogy azon a poszton esetleg a próbajátékos jobb, mint az előző, vagy ha nem, akkor igazából nem marad. Én sikerült maradnom, tehát... Emlékszel arra a dátumra, amikor először húzhattad fel az NB1-es csapatnak a szerelését? Hát, akkor nem, 88 március, első forduló volt. 88 március. Igen, Zalaegerszeg Újpest volt, 1-1 az eredmény. Tehát az is egy nagy ugrás volt. Mit játszottál? Bal hátvédet. Már hátvéd voltál. Bal hátvédet. Rólad rúgták a gólt. Nem. Nem, de nem, már nem, arra nem emlékszem. Lehet, de nem. Nem, ez nem. Csak és, de végig úgy kerültem ide, mint bal hátvéd. Bal hátvéd. Én az volt a posztom. Az is lettél, az is maradtál igen, végig. Igen, az volt, amíg futballoztam, mindig az volt. Hány évet játszottál? Én 15 évet. 15 évet. 15 időszak, 15 igen, bajnoki. 15, igen. Tehát 2002-ben, tehát 87-től 2002-ig számolom az újpesti pályafutásomat, és utána még volt két év ilyen, hogy Újpest FC volt, akkor az NB1-B, akkor már abba hagytam, de majd indultam, ilyen fiatalokkal játszottam, akikből több válogatott játékos, tehát a Vaskó Zoli, a Cseri, a Kapcsos, a Vancák Vili, tehát ezekkel, ők a nagyon fiatalok voltak, 17-18 évesek, egyedül én voltam de Zoli, idős játékos. Az 15 évet játszani egy Újpesti Dózsába, aztán Ute, gondolom, névcsere már akkor volt. Igen, akkor meglették. Már megvolt. Banális a kérdés. Milyen érzés volt Lilafehérben játszani? Te tudtad, hogy milyen csapatban játszol? Milyen klubban? Tudtam azért. Tehát azért újságot olvastunk, és tudtam, hogy mekkora múltja van ennek a klubnak. Amikor ide kerültem, és elkezdtem úgymond a juniorba játszani, akkor meg még jobban böngésztem a neveket, hogy kik voltak az elődök. És akkor az ember gyorsan azért ráakadt a nagyon nagy generációra, akik zsinórba tudtak
hétszer bajnokságnak nyerni a következő. És akkor meg azért találkoztunk is velük, és csodálattal néztem az embereket, hogy hú. Mit jelentett neked, hogy az újpesti játékos voltál? Nem anyagilag, és nem... Nem. Pályafutás mindenet. Tehát nekem erről szól az életem még mindig. Tehát én valamit olyan közegbe csöppettem itt bele, ami azóta is csodálom, és mondom, hatalmas tisztelője voltam azoknak a játékosokkal, akik utána napról napra találkoztam, és az edző, első NB1-es edzőm a Görös Titi volt. Tehát úgy néztünk föl rá, jött egy Nagy Laci, aki ott a Tóton, és akik folyamatosan kapcsolatban volt itt a klubbal, tehát mindent tudtunk róluk, tehát és tényleg még mindig úgy beszélek róluk, vagy ha találkozunk, nekem akkora megtiszteltetés, hogy még ők is azt mondják, hogy na, még megismernek és tudják, hogy esetleg... Hogyne. És ez számomra egy különleges dolog. De Zolika, ha hívtak volna, elmentél volna máshová? Magyar NB1-ről beszélek. Hát nagyon nem volt rá lehetőség, mert nem hívtak. Igazából talán egyszer merült föl, de az is csak ilyen kósza hír volt. De nem azért nem hívtak, mert nem fértél volna be? Hát nem tudom, miért nem hívtak. De nem, meg se fordult igazából a fejem, nem. Tehát külföldön nem nagyon volt lehetőség, azért akkor más volt az átigazolás. Igen. Itt meg tényleg jól éreztem magam. Tehát minden nap nekem egy olyan Zolikám, legemlékezetesebb mérkőzés, akár lehet vereség, győzelem, hát, szívdobogásos, mikor bemész a pályára, melyik volt az, amikor legjobban megdobbant a szíved, hogy hú, ma játszani kell. Egy ilyen nagyon fontos dátum ez, ami hogy az 92-ben volt, bocsánat. Akkor mi nyertük a Magyar Kupát, és a Fradi volt a bajnok, és akkor írták ki először, 92 volt, igen, a Szuperkupát. Ez a Népstadionban volt, első Szuperkupa, bajnok a kupagyőztes ellen, és azon a meccsen voltam először csapatkapitány a mérkőzésen. Nyertünk 3-1-re, az első szuperkupát mi nyertünk, Eszenyi Dénes ugott 2 gólt, én meg rúgtam egyet, tehát az egy fontos, meg olyan jó élmény. Nagyon örülök neki, hogy azt mondtad, hogy csapatkapitánya voltál ennek a gárdának. Egy vidéki srác belecsöppen a lilafehérbe, megfelel, bekerül a csapatba, és csapatkapitány lesz. Ez milyen felelősséggel járt akkor? Hát, ezt nagy. Ezt direkt kérdeztem. Biztos nagy felelősség, de nagyon nagy megtiszteltetés. Uh-huh. Én onnit azért 10 évén keresztül én voltam a csapatnak a kapitánya, és folyamatosan változtak a játékos társaim. De itt már amikor ezt a díjjel kapcsolat, hogy megkaptam, igen, én ezt mondtam, hogy ezt igazából én köszönöm a csapat társaimnak is, mert azért valamiatt mi eredményesek voltunk, ahhoz kellett a csapat. Én egy ember voltam a sok közül, akit tudom, hogy tettem a dolgomat, de csapat nélkül nem lettünk volna eredményesek, nem nyertünk volna a bajnokságot. Jó eredményeket értünk el, voltak szurkolóink, az nagyon fontos, hogy abban az időben, hogy a szurkolók velünk voltak, és valahogy miatt megbízott bennem a csapat, hogyha na valami... A csapatkapitányt az edző választja, vagy a csapat választja? Hát ezt a csapat valamikor... Igen, hát ott mondom, ez azért 92-ről beszélünk, hogy az akkor... Igen. Rám szavazott a csapat, hogy én mennyire legyek. Mennyire kellett konfrontálódni? Tehát ugye a csapatkapitányra azt mondják, hogy kapocs a játékosok, az öltöző és az edző között. Hát az elején... Talán kevesebbet. Kevesebbet. De jött egy olyan időszak a sport meg a labdarúgás életében, amikor jöttek ezek a, úgymond a pénzügyi manőverek, amik nem úgy jöttek a fizetések, mert mindenki... Ez volt történelem, ez hozzátartozik. Mindenki vállalkozó lett, ilyen kényszervállalkozó, mindenki. Nem úgy voltak kifizetések. Akkor többet kellett ütköznem az edzőkkel, mert sok volt az ígéret. Szinte minden nap egy újabb sztori. És nem lett belőle semmi, akkor nagyon sokat kellett, mert a csapattársaimat kellett képviselni. Hogyne. És állandóan elnökhöz járni, vagy az edzővel folyamatosan. De hát nem
volt hálátlan, mert tudtam, hogy azért teszem, mert ha rend van, akkor mi eredményesek leszünk. Ez volt a pályán kívüli, és a pályán belül a csapatkapitány az valóban a vezérűrű? Hát azt mindenki tudta. Szava van? Hatalmas szava van a pályán mérkőzés alatt? Biztos, hát nem én voltam a leghangosabb. Nem. De a csapat többi tagja elmondja, hogyha valamit kellett, és olyan fontos dologról volt szó, akkor mindig nekem volt a fő dolgot nekem kellett kimondani, és ebből ők tudták, hogy én a csapatot képviselem, de mondom, nem én voltam a legnagyobb szájhős az öltözőbe, de mindenben benne voltam. Amikor kellettem, hogy... Kemény is voltál. Akkor ott voltam, és őt képviseltem. Tudták, hogy mindenki kiállok, és talán ezért is becsültek meg. 15 év az NB1-es csapatban, csapatkapitányként 10 év. Gondolkodtam azon, hogy megkérdezem, nem sebeket vagy sebet szeretnék válogatottságról, Zoli. Az Újpestből az Újpest csapatkapitánya, kupákat nyerő bajnok csapatkapitánya nem volt, na, a válogatottság. Hát 9-szer adatott meg, 9 mérkőzésem van. Megtisztelő, tehát ezt is azt mondom, hogy megtisztelő. Ha visszapörgetem az időt, ahonnét elindultam, tehát az se volt benne, hogy újpesti játékos leszek valaha. Eljutottam odáig, akkor még többet akartam, tettem a dolgomat, és adatott 9 gyönyörű mérkőzés, nagyon büszke vagyok rá. Ki volt akkor azon a poszton, akivel meg kellett küzdeni a címeres mezőn? A Nagy Norbi a Fradiból, tehát ő is balbek volt. Hát mindig volt valakit, akit esetleg az egyik kapitány jobban. Hát igen, ezt tudjuk. De mondom én azt, hogy sikerült, az nekem óriási csoda, és büszke is vagyok rá. 35 év Újpesten, ami nincs befejezve, tehát nem ért véget a 35 év, ma is Újpest tér dolgozol, ugye? Azt jól így, tudom. Így van. Jelenleg a Újpestnek az U19-es csapatának vagyok az edzője, a vezetőedző, ezt elmondom, hogy mindig a Weber Gyuri barátommal csináljuk ketten. Hát ti elválaszthatatlanok vagytok, azt kell mondanom szinte. És hát a kiemelt bajnokságban indulunk, egyedüliként, aki nem akadémia a miénk, a többi az mind akadémia, igen, oda sikerült elvinni ezt a csapatot. Szívvel lélekkel tesszük a dolgunkat, és próbáljuk a gyerekekből kihozni a legtöbbet, maximumot, legtöbbet, igen, hogy tudjanak följebb lépni. Megtalálni azt a 2-3 játékost, aki mondjuk van egy NB3-as csapatunk is, aki utánpótlásra épül, és oda próbáljuk őket terelgetni, hogy ott egy lépcsőfok, és aki onnét majd ki tud emelkedni, az a Megyeri U13-ba találhatja magát. Egy edzőt mindig az minősíti, hogy milyen játékosokat tud följebb adni, vagy milyen játékosokból lesz első osztályú labdarúgó, vagy netalántán válogatott. Ez a cél, ez lebeg előtted, hogy vagy gondolkodtál már, hogy kit adtál már fölfelé? Kiket adtatok? Inkább úgy a Gyurival együtt. Jó? Igen, ez a harmadik év, hogy csináljuk az a U19-et. Hát az NB3-as csapatunkban, ami egy gyermál följebb van tőlünk, ott azért folyamatosan 3-4 játékosunk föl tud menni. Sőt, most van 2-3 játékosunk, az a 2003-as születésűeknek van szerződése a felnőtt csapattal. Tehát nálunk az voltak, amikor ide kerültünk, átvettük őket, akkor ott voltak a kezeink alatt. Dolgoztunk velük másfél évet, 2 évet, és kaptak szerződést. Van 1-2 játékos, aki esetleg oda tud érni, de megint ez a nagyon nagy lépcsőfok azért a NB3-ból, tehát még nagyon gyerekek, hogy oda tudjanak kerülni az első osztályhoz. Hát ez már azért sok minden rajtuk múlik. Mi az, amire vágysz? Hát most itt Igen. Igen, a legfontosabb, hogy egészség legyen. És nagyon nem menjünk belé itt a felnőtt csapat. Szeretném hogy a felnőtt csapatunk mondjuk újra bajnok legyen. Tehát ez egy ilyen nagy... Földobtad a zicsert, bár azt mondtam, hogy most nem nagyon fogunk beszélni, de azért nem mehetünk el egy ex-fantasztikus labdarúgóval úgy, és nem tehetem föl. Nem tehetem meg, hogy nem teszem föl azt, hogy húha, azt mondja, hogy bajnok csapat legyen. Hát ettől most elég messze vagyunk.
Jó, most kérdeztél, hogy mit szeretnék, hát ezt szeretném, hogy igen, minden évben ünnepeljük, hogy 98 voltunk bajnokok. Uh-huh. Sajnos most megél, most már 25 éve lesz a nyáron, tehát már, és rengeteg idő. Rengeteg idő, sok munka. Oké, de mégsem vagyunk közelebb. Tehát azt, még mindig azt ünnepeljük, hogy mi nyertünk utoljára bajnokságot. Hát ez már jól van egyszer. Mást ünnepel, igen, mást is ünnepel. Igen, hogy azok valahogy éljék át a következő generáció. Most már lassan kiment egy generáció vagy kettő, amióta mi bajnokok voltunk. Jó. Most messze vagyunk tőle. Most messze vagyunk tőle. Ezzel együtt ti dolgoztok 7 nappal át éve. Azt tudom, hogy nagyon kemény. Most is köszönöm szépen, edzésről jöttél ide hozzánk a stúdióba. Gyurival, Weber Gyurival együtt mondhatom, hogy kézenfogva, hát tényleg most már dolgoztok, mindkettőtöknek megvan a, ugye, a pro licensz, mindenetek megvan, tehát azt mondom, hogy nyitva az út fölfelé is még följebb. Nem akarom azt mondani, hogy mikor ültök majd le a netalántán az Újpest kispadjára, vagy netalántán más csapat kispadjára. El tudnád hagyni Újpestet? Nem készülünk most jelenleg, de ez az edzőjük szakma, azt tudjuk, igen, hogy milyen. Jól érezzük magunkat, meg látjuk azért a gyerekeken a fejlődést, de az biztos, hogy más kihívás egy NB1-es csapatnak a kispadján ülni, de most jelenleg azért jó helyen vagyunk. Maradjatok is nagyon jó helyen. Egyetlen egy kérdés szorult bennem. Ritkán látlak téged fehérig nyakkendő öltönybe, hát ott ezen a gyönyörűséges városháza dísztermében Szezák Zoltán meghatódva vette át ezt a kitüntetést. Mit éreztél akkor, ne azt mondd, hogy megtiszteltetés, hogy mit éreztél akkor, amikor teszem, hogy felhívtak telefonon, vagy hogy te figyelj, készüljél, mert ki kell öltöznöd. Hát telefonon értesítettek, egy telefonhívást kaptam. Pont otthon a kerbe vettem, és először nem is nagyon értettem, de elmondta a hölgy, hogy ennek a díjának a várományosa vagyok. Visszakérdeztem, hogy még egyszer, hogy honnét keresnek, mert nem lehet tudni. Igen, és igen, még igen. Egyszer elmondta a hölgy, hogy igen, úgy néz ki, hogy lesz egy szép ünnep, ez a városnapok is, én leszek az egyik díjazott. Tehát, hát úgy nem tudtam igazából, nem tudtam felfogni, hogy még gondolkodtam, hogy mi tettem én annyit, vagy mit tettem én igazából itt ezért a kerületi, ezért a városé, hogy itt én ebben a megtisztelő feladatban részesüljek. De te mondom, nem tudod, akkor én segítek, tettél annyit ezért a városért, hiszen ez alatt a néhány év alatt, 3,5 évtized alatt azért csak itt voltál, és nem akármilyen eredményeket értél el, és még van benned legalább ugyanennyi, remélem, hogy neveld a gyerekeket, és netalántán majd egyszer, én kimondom, netalántán majd egyszer ez a Weber-Szlezák kettős ott üljön, és majd kiabálják nekik, hogy szép volt fiúk, vagy azt, hogy ennyi, jobban dolgozzatok. Legyen úgy. Legyen úgy, ez legyen a végszó. Zoli, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Dolgozzatok, tényleg nagy szükség van a munkátokra. Hogy is mondjam, tettes társadat, Weber Gyuri természetesen üdvözöljük innen is. Átadom. Vigyázzatok egymásra, hogy felemelkedjen ez az újpesti labdarúgás. Azon vagyunk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ennyi volt erre a hétre az újpesti sport. Remélem jól szórakoztak. Ugyan még most jelen pillanatban az újpesti csapat nem szárnyal, de nem mondjunk le róla, hogy jönnek még szebb idők is, így kívánom önöknek, hogy maradjanak egészségesek, szurkoljanak az Újpestnek, és találkozzunk a jövő héten is. A viszontlátásra!